A karácsony közelettével egy kellemes hangulatú adventi családi délelőtre invitálták a szervezők a Mikepércsi családokat december 10-én a Vas Albert Kultúrházba. A rendezvényen Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című zenés mesejátékát tekintették meg a családok, majd a Mikepércsi hímzőkörrel, Nagy Ildikó Gabriella festőművésszel és Hutkai Grétával, a Népi Játszóház vezetőjével kézműves foglalkozásra is lehetőségük nyílt, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Aztalan úgysem tudod, édelem hiába hallom, fent van a fényes titok, édelem hiába hallom, fent van a fényes titok. Csillagba szálltát a sorsodat, csillagra vízben hallgass! Nem hallgatok, azért vagyok beszélő papagáj, hogy beszéljek! Na jó, akkor beszélj! Miért hagytad abba a szakarjás? Nem tudom, egyszerűen csak elment a kedvem a zenéléstől. Miért mentem a kedved a zenéléstől? Nem tudom, egyszerűen csak elment, nem tudom. Én tudom! Na hát, ha tudod, akkor miért kérdezed? Egy beszélő papagáj mindent tud, egy beszélő papagáj mindent kérdez! Miért vagy szomorú? Hagyd már! Na figyelj csak, így tudom! Nézd körül! Nincs itt senki! Az emberek mind hazamentek, és már javában vacsoráznak! Gyere, József! Senki sem kíváncsi a zenédre, és senki sem kíváncsi a jövőjére! Senki sem kíváncsi a zenémre, és senki sem kíváncsi a jövőjére. Már napok óta egyetlen planétát se vettek tőlem. Napok óta ülök itt tétlenül a jövőbe látó kis kártyácskáit felett, és senki sem állt meg felettünk, hogy kihúzzak neki egyet. Pedig érdekes dolgok állnak egy ilyen kis kártyácskán. Őre fényes jövő vár. Pész, hosszú utazás, hűség. Na jó, elég lesz már ebből, pész, hosszú utazás. Azt nem hiszel a jövendőben? Szélhámosság az egész, hát magad is rájöhettél volna. Minden egyes kártyácskán ez áll. Pénz, hosszú utazás, hűség, ugyanaz szélhámosság az egész. Hát akkor miért csináljuk? Mert élnünk kell valamiből. Mindenkinek élnie kell valamiből. De hát már két napja senki. Ideje lenne odibálni egy másik városba. Nem. Várok. Mire vársz? Mire? Inkább kikre? És eljönnek? Nem tudom. Várok. Hát akkor legalább mesélj róluk. Meséljek? Na jó, nem várok. De gitároz is hozzá, mert azt nagyon szereted. Jó, gitározok. Te, Józefina, mióta is vagy te nálam? Hát, 2 éve. 2 éve. Több mint 2 éve kint volt. Volt egy kis városka, talán épp ez. Ebben a városkában állt egy házikó, talán épp ez, amelyik rátállunk. Ennek a házikónak a hátsó udvarán állt egy sajtkészítő műhely. Ebben a sajtkészítő műhelyben élt egy nagyon élelmes, szürke egércsalád. Csak én vagyok az a drága hites feleséged, a Lili. Csak te vagy az, Lili, én.
Már azt hittem, hogy... Jó, de csak ne higgyél semmit, ha nem kelljél föl, de gyorsan! Pedig olyan jól fekszek itt, mindig... Azt mondtam, Márton, hogy fel kell lenni! Na jó... Pedig még nincs senki. Haj, Márton, hát ki beszél itt reggelről? Este van, Márton, este van, és mi? Vacsorázni fogunk. Vacsorázni? Hát miért nem szóltál hamarabb? Pedig én... Aj, Márton, hiszen már egy órája kertegetlek, de hiába! Felülled akár ágyút is idegethetnénk a fiad mellett. Na, ülj mellett. Mit károk, nem vagy te varjú? Kár. Hányszor mondtam már neked, hogy egy tisztességes egér nem károg, hanem cincog. Kár, bájjal mindig azt mondom inkább, hogy kár. Jaj, akkor bökjed már ki, hogy miért csapánkodol. Hagyjunk inkább, mindig én. Haj, Márton, ha már egyszer elkezdted, akkor folytasd. Na jó, de csak azért, mert te kérted, Ninikém. Szóval? Képzeld el, azt álmodtam, hogy ültem egy asztalnál. Igen? Rajta frissen mosolt abrosz, nyakamban szalvéta, és egyszer csak... Egyszer csak? Egyszer csak bejött érte. Bejövök én? Egy kis kocsit húztál magad után. Egy kis kocsit húzok magam után? Ó, oh, Márton, neked elment az eszed! Várj csak ki a végét, Lidikém, várj csak ki a végét! Szóval, azon a kis kocsin volt a világ legnagyobb... Világ legnagyobb? ...legement álip sajtja, amit valaha látom. És te ezt nevezed rossz álomnak? Várj csak ki, Lidikém, várj csak ki! Na jó, szóval, folytasd! Jó, te! Olyan szép volt az a sajta, egyetlen lyukában elfért volna egy, kettő, sőt, három egér család! Hát igen! Szóval, megkötöttem a szalvétámat, és éppen bele akartam harapni, amikor hirtelen odaugrott egy nagy lompos macska, kitátotta a száját, merően rád nézett. Jó, és megkapott! Lirigé, miért kapott volna be pont téged? Ennél szörnyűbb dolog történt. Hogy szörnyűbb? Megkapta a sajtot. Oh, és ezt te csak úgy hagytad? Mit tehette volna én, Lirigé? Ó, Márton, ez vagy te! Ez vagy te! Nem tudod megvédeni a saját családod saját sajtját! Ó, Istenem, hogy hova tettem én az eszemet, amikor rosszát vettem feleségül? Hát mindent egyedül kell csinálnom. Ha felüled, akár fel is fordulhatnám. Na, azt azért talán mégsem itt. Miért? Mégis kinek az ötlete volt, hogy ide költözünk ebbe a sajtkészítő műhelybe, talán a tiéd? A tiéd, Lidikém. Na ugye, megmondtam. Együnk. Márton. Igen? Hol a gyerek? Melyik? Soma? Soma? Hát beszélj Soma, hány gyerekünk van? Ez az egyetlen egy fiunk van, és ezt az egyetlen gyereket sem tudod rálevelni, hogy vacsorára itt van a helye. Lidikém, oh, én... Hagyjál békén, meg vagyok veletek áldva, te egész nap alszol, ő meg egész nap csavarog. De Márton? Igen? Mi van akkor? Ha? Hogyha felmerészkedett a padlásra? A padlásra? És a nagy macskavágos? Ki nem ad, Lidikém, ki nem ad? Sétálgattam egyet a városban. Látom, anyukám, nem kell izgulni, csak sétálgatott, sétálgatott. Kisfiam. Egy kis dombra, lecsicsúj. Én meg azt hittem, hogy... Köszönöm, kisfiam. Szívesen, mama. Azt hittem, hogy felmerészkedni a tudod hova? Jaj, mama! Nyugodj meg, a padásnak még csak a közelébe sem. Ne is menj, fiam, ne is menj, mert a nagy macska mágus nem ismer irgalmat. A nagy macska mágus? A legszörnyűbb macska a világon? Azt mondják, varázsereje van. És amit a macskák érdekel, minden teljesít. Jó, tudom, mert annyiszor elmondtátok. Ezt nem lehet elégszer elmondani, fiam. A nagy macska mágus hatalmas csapás erre a lakásra. Igen, papa, igazad van, csak én.
Én egy dolgot nem értek. Mit, fiam? Az, hogy ez a nagy macska mágus még egyetlen egyszer sem jött le ebbe az épületbe. Ebben van valami... De a hang... Ó, a hangját! Milyen a bajom! Így van! Szörnyű, ha csak rágondolok is, rettenetes hangja van! Nyugodj meg, Lidik, én menjél be egy gyógyszer! Én meg eszek egy sajtot, Adria! Gyere, kisfiam! Inkább vacsoráztunk! De én még szeretnék valamit elmondani. Haj, kisfiam, azt mondtam, hogy vacsora idő! De, mama! Na jó, mesélj! Na, csak azt akartam elmondani, hogy ma érkezett a városba egy nagyon érdekes, furcsa ember. Furcsa ember? Tanuld meg, kisfiam, hogy egy egérnek minden ember furcsa. Jó, de ez most nem úgy furcsa, mint a többi furcsa ember. Ez furcsa. Furcsább. Igen, a neve is egész érdekes. Úgy hívják, hogy Zakariás. Zakariás? Mit van a név? Igen, és ez a Zakariás gitározik és énekel. De nem csak gitározik és énekel, hanem van egy kis ládácskája, és abban a kis ládácskában... Sajt van, Lidikém! Majd látod, ne szólj már közben állatóan! Bocsánat, Lidikém! Nem sajt van, papa, hanem ilyen kis kártyácskák. És a kártyácskákra rá van írva az embereknek a sorsa. Kisfiam, hát mindenkinek meg van írva a sorsa. És az egér, és sajnos legtöbbször egy macska szeméből olvasható ki. Ne ijeszgődj a gyereket, Lidikém! Ne szólj rá, folyton a gyerek anyjára! De most jön a legérdekesebb rész, ugyanis ezeket a kis kártyáskákat nem más húzza ki, mint kis egerek. Egerek? És nem is akármilyen egerek. Hanem... Hanem fehér egerek. Kisfiam! Fehér egerek nem léteznek. De mamma, én igenis, hogy láttam őket. Márton? Igen? Vannak fehér egerek? Nem kell a figyelkét. Na de papa, én akkor is, hogy igen, én láttam őket. És volt kezdtük egy nagyon aranyos kislány. Haj, gondolom ő is fehér volt. Igen, mint a legfrissebb sat. Nem is, mint a frissen esett hó. Kisfiam. Elég a hazudozásból. Legfrissebb sajt, frissen esett hó, fehér egerek, asztalhoz vacsora. De mamma, kérlek. Azt mondtam, hogy asztalhoz. Minek anyád mondtad? Írok tovább, vidik húzza minket ezen a lehetetlen városon is, sehol senki. Mondom, drágám, hogy helyben vagyunk. Ide jön a sajtszag is. Ott az ajtó. De biztos, hogy zárva van. Megnézem. Istenem, micsoda nap! És a szökési Zakariástól... Talán vissza kéne mennünk Zakariás bácsihoz. Mit fog kezdeni nélkülünk is? Ki fogja ezen túl kihúzni a kártyácskáját? Visszamenni? Ezen ül az ajtó elől, mely mögött mérhetetlen sajthegyek tornyosulnak? Soha! És a becsület, papa? Kislányom, pont a becsület nem engedi. Ezt jegyezd meg jól! Egy alsó és felső egérházi albino, albin még soha sehonnan nem fordult vissza! Na nézzük ezt az ajtót! Aj, Fruzsina, én úgy izgulok! De hogyha zárva van, akkor visszafelé is meg kell tennünk ezt a szörnyű hosszú utat! Nyugodj meg, mama! Hát, majd csak lesz valahogy, bár az igazat megvan, hogy nagyon-nagyon szívesen visszamennék Zakariás bácsihoz. Nyitva van! Bekukkantok! Vigyázz a magára, Albin! Maga csak ne féltsen engem, Szeréna! Megyek. Albin? Már bemed? Mi lesz velünk egyetlen kislányom, ha nem tér vissza? Már miért ne térne vissza, mama? Hát mit lehet azt tudni, hogy miféle szörnyűségek leselkedtenek egy ilyen ajtó mögött? Haj, Fruzsina, én úgy izgulok! Nyugodj meg, mama! Győzelem! Csak vissza, győzelem! Mi van, Stalin? Sajt, Szeréna, sajt! Egy egész sajtkészítő műhely! Ementális! Tropista! Tropista! Legyünk, Albin! Nem! Mielőtt átlépnénk ezt a bizonyos küszöböt, szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy ez a pillanat sorsdöntő. Szeretett családom, annyi évnyi hányattatás után végre itt állunk leendő otthonunk ajtaja előtt. Ezt szeretem magában, Albin. Maga mindig megtalálja az alkalomhoz illő legszebb szavakat. Maga méltó társa életemnek, drága Szerénámnak, ön ezeket a szavakat értékelni is tudja. Menjünk már be!
Nem látod, hogy apád még veszi a nyakad? Nem, a gyerek éhes, így hát rövidre fogom. Kezdődjék! A honfoglalás! Jaj, miféle honfoglalás? Ez a szó legszorosabb értelemben vett honfoglalás, ugyanis oda bent már lakik egy egér család. És ezek legalább... Mi? Ja, nem, szerintem nem fehér egerek, hanem olyan szürke. Szürke? Egerek? Mégis maga ezekkel akar együtt élni? Hát, hogy úgy mondják, hogy szükség, törvénypont. Na, jöjjenek utána, drága családom. Hogy mi lesz ebből?